Szász Ildikó vagyok. Április óta járok ide az Anami Központba, és én első körben a lelki fejlődésem miatt jöttem, nem volt semmi szervi problémám. Azonban a tábor előtt egy héttel történt egy baleset velem kirándulás közben, és a bal bokám sérült. De azóta most már tudom ultrahanggal, hogy részleges szakadás és az Achilles-ín is sérült. Most gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy a tábor Bahimonkóba mentem, bokarögzítővel. Nem bírtam ráterhelni a testsúlyomat, nagyon komoly fájdalmak voltak. A Laci nekem az oktatom, és ő javasolt már akkor már a sérülés napján egy gyakorlatot. Én elkezdtem csinálni, és ennek következményében már olyan állapotban kerültem, hogy el tudtam menni a táborba. És ott a táborban a második nap végére már állva tudtam csinálni a gyakorlatokat, és az utolsó napon a 6 órát az teljesen végigállva végeztem. Látványos javulás volt, én mankó nélkül mentem haza. Azóta is folyamatos javulásban van a lábam, azonban volt egy hét kihagyásom, ott viszont éreztem, hogy ott lelassultak a folyamatok. Gyakorlatilag még nem tartana itt a gyógyulásom. Nagyon jó érzés volt, hogy minden óra után, azóta is járok, vagy a fénytest órára, éppen amire bejutok, hogy utána ki van könnyűve a lábam, és egyszerűen folyamatában van a gyógyulásom.